csak érted reszket, és ezt a drága percet, míg élek el feledni nem fogom. Azt gondolom, hogy ugye ennek a történelmi háttere az egy eléggé tragikus véggel zárult, és mindig megrendítő egy olyan előadásban részt venni, vagy egy olyan történetet elmesélni, aminek már tudjuk a végkimenetelét. És ilyenkor mindig az embernek van egy ilyen nagyobb tétje, vagy egy összetettebb érzésvilága, mert nyilvánvalóan ez nem egy happy end-el zárult a történelmünk során ez. Igen, de én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon érdekes és nagyon szép dolog az, hogy a történelmünkből egy szeletet ki tudunk emelni, és meg tudjuk mutatni a nézőknek. Úgyhogy én nagyon várom, mert Lipstick Mária egy valós történeten alapul, egy igazi. Várod, hogy hogy játszod el? Igen, várom. Várom, hogy hogy leszek nőből férfi, férfiből nő, úgyhogy én ezt várom. Nagyon, nagyon, nagyon jó a sztori szerintem. Én is várom, hogy hogy leszem nőből férfi. Köszönöm. Igen, az a helyzet, hogy az operettek többsége általában egy mese. Ezt is mondhatnánk, hogy egy mese, mert ugye valójában végül is a darabunk nem árul el zsákba macskát, tehát nem másítjuk meg a történelmet, tehát a vége az egy ilyen magasztosabb véggel zárul, meg minden vége egy új kezdet, de az a változást is hozott a magyarság életébe, hozzáteszem, de hogy egy olyan velejében magyar vagy ilyen, most nem szeretném használni ezt a hazafi kifejezést, de használhatom. 48-ban, 48-ban szerintem 56 volt még ilyen, amikor egy egész nemzet fogott össze, de 48 az precedens nélküli. Tehát 56 ez az egy gyorsan levert, viszonylag gyorsan levert, ahogy fogalmazták, forradalom, ellenforradalom, utána meg forradalom. És a 48 számunkra az egy nagyon heroikus, az egy nagyon felemelő, sokkal nagyobb jelentőséggel bíró esemény, mint bármi a mi magyar történelmünkben is. Itt a végén nyilván megtalálja Lipstick Máriát Jancsó Bálint, mindenki szereti egymást, minden rendben van, mert az operettekben így kell, hogy végződjönnek a dolgok, de hogy mégis az előszelét, vagy ennek a fuvallatát, ennek a tragikus végnek azért belengeti a darab vége, főleg amikor van nekünk egy szimbolikus szereplőnk, a hegedűs. Egy olyan keretet ad a darabnak, hogy esküszöm meg én fönt a hídon is megkönnyezem. Az biztos, hogy a példaértékű magatartást azt szerintem nagyon tükrözi az egész darab. A Lipstick Mária főhadnagy, a Mária főhadnagy című operettünk, az nem egy szokványos operett, ugyanis nagyon sok prózai jelenetekkel van megtűzdelve, és kifejezetten a színészi megformálásokra ad hangsúlyt, vagy fektet hangsúlyt. De amúgy meg hozzáteszem, bocsánat, hogy belevágom, minden darabnak ez a célja, hogy hiteles emberek, tehát színészi megformálást lásson a néző, tehát valós történetet ember. Lásson a néző, ne pedig egy Móricz által elképzelt humbukot. Tehát, hogy minden darabnak ez a alapja. Pont ez a szép benne, hogy valós emberi sorsokon keresztül mutatja meg igazából a történelmünket. Nekem könnyebb. Ezáltal Encinek is, nem azért, mert nekem azáltal Encinek is könnyebb, hanem mert a prózai jelenetek adnak egy sűrűséget a játéknak és a kapcsolatnak, az emberi viszonyoknak, az emberi kapcsolatoknak, és sokkal jobban tudunk kapcsolódni, mint színész, két színész, és sokkal jobban tudjuk fölvezetni, mondjuk, ha esetleg el kell énekelni egy szerelmes dalt, azáltal, hogy megtörténik előtte egy viszonyrendszer. Nekem alapvetően az operettekkel, ha lehet ilyet mondani, lehet véleményem erről. Én például azt nem mindig feltétlenül szeretem az operettekben, hogy ok nélkül elkezdenek ugrálni, táncolni, és nagyon jókedvűek, de nem érzem, hogy előtte a jelenetben ott indokolna az, hogy ő elkezdjen énekelni, vagy cigánykerekezni, meg ilyenek. Na, és ez a darab viszont nem, tehát hogy itt sokkal közelebb állunk ahhoz, hogy megtörténhessen, ugyanis a prózai jelenetek segítenek ebben. Így van, valamiből van miből elindítanunk a dalokat, és megfogalmaznunk. Igen. Úgyhogy ez egyébként számomra, ha szabad így fogalmaznom, egyébként nekem egy picivel nehezebb megformálnom a prózai részeket, mert
mert azt érzem, hogy nagyon sok kihívás van előttem a szereppel kapcsolatban, úgyhogy tényleg mint nő, mint férfi ezt megvalósítani, úgyhogy ne bukjak le a partner előtt és hiteles legyek, azért nekem egy picit könnyebbség az, hogyha énekelve mondom el, de attól függetlenül pont emiatt nagyon élvezem azt, hogy végre mint színész nyilvánulhatok meg. Nagyon nagy nehézség volt számomra az... Izmot felszedni. Így van, izmot felszedni. Mert más a hormonális vágyat. És férfiként megnyilvánulni, mert egy teljesen más, tehát hogy nekem tényleg kifejezetten nehéz volt egy férfit alakítani, de nyilván az ember a környezetéből próbál merítkezni, és a körülötte lévő férfiak mintájára próbáltam meg az én férfi mintámat is megformálni. Igazából volt egy kérés a rendezőtől, hogy ne legyünk igazi férfiak, mert úgyis nyilván a nézők tisztában vannak azzal, hogy nők vagyunk, de azzal, hogy hogyan mondunk valamit, hogyan egy parancsszót, egy utasítást, egy megszólalást, hogyan fejezünk ki, azzal tudtuk ezt, hogy valaki férfi talán egy kicsit megvalósítani. Bizalmi kapcsolat alakult ki. Így van. Én nagyon szeretek a Petivel játszani, nagyon örülök neki, úgyhogy én csak hálás vagyok, hogy együtt ragaszkodtunk egymáshoz. De sokat segítünk egymásnak. Igen. Tehát legfőképp abban, hogy figyelünk egymásra, hogy reagálunk egymásra, és nyugtatjuk egymást, hogyha olyasmi van, hogy nagyon izgul a másik, vagy... Mert hát emberek vagyunk. Legfőként a Peti engem. Hát de most... Igen. Figyelj, ezek ilyen kulisszatitokok, ezt nem kellett volna. De hogy ez így van rendjén. Tehát, hogy segítsük egymást. És higgyünk abban, hogy az működik, hogy nem mindig kapunk egyértelmű visszajelzést, hogy az jó-e, amit csinálunk. Viszont, hogyha mi érezzük, hogy kialakul egy kommunikáció a színpadon, akkor az már bőven elég, mert a néző is fogja érezni.